Dolce Hegedű együttes koncertje a Siklósi Vár kápolnájában a Zenevilág napi alkalmából. A zenészek között ott volt a 14 éves Polovi Gréta is, aki egykori tanárával, Zavagyákné Dolgos Évával lépett egy színpadra. Másodikos voltam, amikor elkezdtem hegedülni, és hát egyébként nagyon izgultam az első versenyemnél. És emlékszem, hogy még Éva néni legugolt elém, és úgy mondta, hogy el szeretne engem vinni egy versenyre, és akkor így nagyon... Ez nagyon jó érzés volt, hogy valamiben tehetséges vagyok. És hát ez így kialakult. Szóval az életem részévé vált, mindennapi gyakorlás, és így egyértelmű volt, hogy zenei pályára szeretnék menni. Sorra nyerte a hazai és nemzetközi versenyeket Gréta. Ma már Budapesten tanul, de a Siklós önkormányzat így is segíti tanára javaslatára. Közel 1 millió forintos nagyságrendű hegedűt tudtunk vásárolni Polovi Grétának, aki oszlopos tagja a Dolce Hegedű Együttesnek, és azt gondoljuk, hogy ezzel az ő pályáját és az ő kvalitásait is majd támogatni tudjuk, és remélhetőleg tovább viszi kicsin kis városunk Siklós jó hírét. Abban a ciklusban jár éppen a Gréta, hogy a hangszerét az utóbbi 1-2 évben már nagyon sokat kellett javítani, hangolni. Illetve tudása olyan szinten van már, hogy ezt egy jobb hangszeren kell megmutatni mindenkinek. Ezt javasolták az egyik nemzetközi versenyen tanárának. Az új hangszert az ünnepi koncerten adta át az önkormányzat nevében a polgármester. Ezen játszott szólódarabot az ifjú siklósi tehetség.